Nagyon jó. Ó, de király, megcsinálta, nagyon ügyes. Gratulálunk. Na, hellosztok, én vagyok a farkas, mint azt valószínűleg nagyon jó halljátok. Éppen azt a módszert próbáltam ki, hogy... Ezt kicsit arrébb húzom, hogy lássatok, hogy tényleg emök az. Meg a hangomból is amúgy halljátok. Szóval azt szeretném mondani, hogy ez a videó most éppen azért készül, hogy lássátok, hogy what kind of frissítés, szóval hogyan lehet magát a nem csak magát a rendszert frissíteni, hanem azon belül nekem vannak kedvenc játékaim, kedvenc programjaim, kedvenc kiegészítő baromságaim, és én azt szeretném, hogy a Linux rendszer azokat is ugyanúgy frissítse, mint magát a keretrendszert. Ez megengedett, ezt meg lehet csinálni. Van kétféle módja is, van a konzolos, és van a APT sor beillesztős, hát most nem tudom, melyiket magyarázzam el. Szóval az a lényege, hogy te neked van egy kedvenc játékod, vegyünk egy példát, hogy kicsit könnyebb legyen. Van nekünk egy olyan játékunk, hogy 0 AD, mint ezt itt a bal felül a kijelölt bal felső sarokban itt nagyon jól látjátok. És ezt a játékot én szeretném, hogyha... Jó, tudom, hogy nincsen még kész a játék, de szeretném, hogyha a legutolsó stabil kiadás lenne nálam mindig. Tehát akárhányszor rányomok arra, hogy frissítés, és a frissítéseknél ő megnézi, hogy fú, van-e új frissítés az adott témához, például ehhez a 0 AD játékhoz, akkor nekem mindig azt írja, hogy igen, itt az új frissítési elem, és azt én már telepítem is, és már frissítem a játékodat. Na, én ezt szeretném. De hiszen ez lehetetlen. Hogyan lehet ezt megcsinálni? Kétféle módon lehet megcsinálni, az egyik az, hogy beírod a frissítendő szoftverek közé ide a kódsort, amire neked szükséged van. Úristen, kódsor! Kódsor! Milyen kódsor? Na ez a lényeg, ide egy kódot kell beírni. Azt a kódot kell beírni, amit általában nem osztanak meg veletek. Rendkívüli nagy szemétség által. Igen, a magyarok általában nem szokták elmagyarázni a többieknek. Na, nézzünk kódszavakat. Ez a sok hülyeség. Nézzünk kódszavakat, például... először is szükség van a játék nevére. Az a 0 AD, amit már eleve nagyon jól tudunk. Következő sor... itt van nekem egy ilyen PPA lista, ami működők. Mindegy, ezt picit félreteszem, ne zavarjon. Tehát a 0 AD kell nekünk, és akkor azon belül, mi is legyen, a PPA sorra van nekünk szükség, mert az az, amit majd oda be kell illeszteni. És mi az, ami angolul szokott még lenni, az, hogy parancsor, az a line. Beírhatjuk azt is, hogy command line, de az túl hosszú. És a magyarok általában az egyszerűbb dolgot megértük, úgyhogy enter. Na, amit éppen találunk, ó, hát itt van egy csomó találat, és mindegyik leírja, hogy mi az, amit itt látjuk már alul egyből, mi az, amit nekünk be kell írni, és azt hova. Na jó, nyomjunk is rá, és akkor nézzük meg a találatot. Ó, itt a 0 AD-nek a weblapja, Play 0 AD Compare Download per Linux szekció, tehát a letöltési menüben vagyunk éppen, hogy a Linuxos játék telepítőt leszedjük. Hát, na ez az, ami most itt nekünk nem kell. Kezdjük el keresni, Ctrl F-et lenyomjuk, és PPA, 2. Mert itt is van. Na ez az, ami nekünk szükséges. Ez a pici részlet, ez. Ez a pici részlet. Megnyomjuk a jobb gomb, másolás, ezt egy picit félrehúzzuk, hogy minket rohadtul mondom, félrehúzzuk, hogy ne zavarjon, és beillesszük ide. Ugye nagyon jól tudjuk, hova kell illeszteni. Egyéb szoftver, ez az, amit mi majd itt frissíteni akarunk. Bemondjuk, hogy hozzáadás, shift insert, kész. És a PPA forrást, mint olyan, hozzá is tudjuk adni. Ennyi. Természetesen én már ezt a sort hozzáadtam, ezért itt látjátok, dupla kódot hozzáadott, mert forráskódot is letölt, meg egyebet is. És minden egyes programot, amit te szeretnél frissíteni, ilyen módon be tudod tenni a szoftverforrásba. És szó szerint a Linux, de neked lefrissíti azt a játékot, illetve azt a programot is, amit te szeretnél, hogyha megtalálod hozzá az APT sort. Tehát ezt a sort megtalálod, ezt a sort be kell illeszteni oda, ahova az előbb mutattam, ezt a teljes sort pedig úgy kell beilleszteni, hogy konzolba. Tehát ugye, úgy hívják, hogy terminál, de most tényleg ne zavart össze magad. Ezt egy kicsit lehozzuk ide. Tehát máshol, ide, és akkor beilleszt. Enter. Ennyi. És akkor már is be lehet írni a jelszót hozzá, de most mindegy, nem fogom ezzel zavarni magam, mert már egyszer be lett írva. Beírjuk a jelszót a farkashoz, és egyből hozzáadja azt az egyetlen pici, de hogy is bezárás, ezt a pici sort hozzáadja a frissítendők listájához. Ennyi. Remélem érthető volt. Sajnos nagyon sok játékhoz nincsen PPA sor, tehát nincsen sajnos a Transportigan Deluxe-hez, tehát az Open TTD-hez, nincsen a Open Arena-hez, úgy tudom. Meg hát egy csomó minden máshoz nincsen, de amit nagyon sűrűn használtok, ahhoz nagyon elképzelhető, hogy van. És igenis megéri őket keresni. Tehát abban az esetben, hogyha csinálsz magadnak PPA listát, mint például én is csináltam, itt látjátok, megpróbálom kinagyítani nektek, hogy lássátok, jó? Így. Tehát ezeket a PPA listákat, ezeket használom én így per pillanat jelenleg. Csak a PPA utáni része az az, ami kell. Na, hogy mondjam. Tehát ez se egy teljes lista. Tehát én is egyfolytában keresem a további PPA-kat. Mert én lusta vagyok egyfolytában keresgetni azokat, hogy mi hol van. A rendszer jöjjön és csinálja meg saját magát. Ezért hívják Linuxnak. Én megyek, minden jót, és remélem segítettem vele ezek. Sziasztok!